Az utak felújítása örökös feladatot ró a települések önkormányzataira. Sok esetben nehéz a megfelelő forrásokat megtalálni, ezért is hozott egy határozatot Tamási város önkormányzatának képviselőtestülete évekkel ezelőtt. Még az előző képviselőtestület 2016-ban döntött arról, hogy a kommunális adót az járda és út felújításra fogjuk fordítani. Ezt eddig tudtuk tartani. Az idei évben az Arany János utca egy részét sikerült felújítanunk. Új aszfaltburkolatot kapott ez az útszakasz, amely a Deák Ferenc utca és a Kossuth tér közötti szakaszt érinti. Emellett a aknafedeleket, patkákat tudtuk rendezni, szintre emelni ebből a forrásból. Ez 18 millió forintos költséget jelent, amely a kb. 26 millió forintos éves kommunális adóbevételünknek így körülbelül a kétharmadát jelenti. Az utcának, amely egyébként elég forgalmas utca itt a városközponthoz viszonylag közel, egyik felét sikerült ebből a forrásból felújítanunk, a másik fele a Kossuth tér és a Bezeredi utca közötti rész remélhetőleg jövő évben sor kerül a felújítására. A felújítandó utcák sora hosszú. Természetesen mindenkinek a saját környezetében vagy általa gyakran használt szakasz lenne a legfontosabb. A képviselők két szempontot tartanak szem előtt, amikor meghozzák a döntést a témával kapcsolatban. Az egyik szempont a utca állapota és hogy milyen forgalmas. Ugye itt nagyon közel vagyunk a városközponthoz, és egy egyirányú utca, de főleg a reggeli órákban és a délutáni órákban az iskola közelsége és a piactér közelsége miatt is ez rendkívül forgalmas utcaszakaszról van szó. Biztos, hogy tudnék mondani 8-10 hasonlóan rossz állapotban lévő forgalmas utcát, amely megérett a felújításra. Ennyire volt ebben az évben lehetőségünk, és ugye, ahogy erről korábban is beszéltünk, minden évben igyekszünk néhány utcát rendezni, felújítani ebből a forrásból. Remélhetőleg majd a top pluszos lehetőségek rendelkezésre állnak, abból talán nagyobb lendülettel tudunk majd ezen a területen előrelépni. Igyekeztünk ezt a múltbéli hátrányunkat az utóbbi néhány évben rendezni, pótolni a hiányosságainkat, de hát nyilván még hosszú éveket vesz igénybe, mire utolérjük magunkat. Hát a mostani energiaválság ezen nem segít. Azt is mondhatnám, hogy most a kommunális adót tudtuk még arra fordítani, amire ígéretet tettünk. Abban azért nem vagyok teljesen biztos, hogy jövőre a megnövekvő energiaárak nem nyelik el ezt az adófajtát. Abban bízunk, hogy nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy az energiaárak elszabadulása miatt nagy felületű útfelújításokra biztosan nem számíthatnak a következő hónapokban a tamásiak.